Én leveszem a pólót, addig vedd le a melltartót, most már ez sokat nem takar. Mi a szart csinálsz? Vetkőzteted a csajt? Bazd meg, mama, csengével telefonálok. Mit képzelsz magadról? Erre a trágárbeszédre még visszatérünk. Zsibancot csinálsz a lányokból? Tök mindegy, mama, telefonálok, menj már ki, léci. Úristen. Ez volt az utolsó húzásod. Komoly beszélgetés vár ránk. És az egész család le fog ülni erről beszélni. Hát így torzul el a világ. Szia, Túró Rudi Y-nal. Ezeket a hangokat én adom ki. Na, ezeket kaptam a fiamtól. Van több ízben. De ez is ismerős lehet akár. És hát kicsit nyisodat beszarok. De én vagyok Dénes is. Ezt nem kell mindenkinek látnia. Igen, én vagyok az eredeti Kós Marika, de csinálok akkor még egy videót, hogy elhiggyétek. Na, így néz ki a fürdőszoba. Ez várt engem itthon, amikor hazajöttem. Tegnap lett kitakarítva. Dénes! Te belehamuzolád mosogatóba! Kicsim, szia apukám! Mondjad! Persze, gyere, várlak szeretettel! Gyere, gyere! Jó, hello! Szia, mama! Kértem, hogy ne készülj semmivel! Kicsikém, a kedvencedet csináltam! Fogsz tudni enni, mint az asztához gyorsan! Köszi, mama, nagyon finom volt, és pont elég is volt. Elég! Embert faszát, szomagolok még kicsi, vagy hagyd szedjek még! Ezt a jó kis kabátot! Na! Jó. Cuki vagy, na. Kicsi, mi jól fog jönni ez a kabát? Gyere ide egy kicsit! Ezt jól tett szemre. Legább vonatra legyen pénzed, kicsi, de anyádnak nehogy mondd! Mennyi apukám is látogassának rabán! Kicsim, olyan sovány vagy, megyél valamit ki, jó? Mindjárt kitalálok neked egy dolgot. Hát ez jól esik végül is, csak a fél életemet töltöm konditerembe, de... Köszi. Na gyere az asztalhoz, találtam ezt a két szín banánt, ezt lepasszírozom neked. Azt akkor nagy edzésedhez is jó lesz. Fú, mama, most annyira nincs étvágyam, lehet inkább később eszem meg. Az a banán nekem annyira nem tűnik frissnek. Meg szerintem már az lejárt, nem, mama? A tíz ujjadat megnyalod, hogyha én ezt leturmixolom. Az égvilágon semmi baja. Elmondom neked, ez a legfinomabb, mert beérett. Ez egy nagyjáboli dátum, ami rá van írva. Ki ne találd már, teljesen jó ez a banán. Maradjunk annyiban. Jó, megkóstolom. Megkóstolod? Na, innentől kezdve tőlem ne kérjetek semmit. Én az égvilágon akkor én nem létezem. Úgyis kevés van már hátra. Kezdek az órám a jó életbe. Egy pici polip volt. Tehát egy ugyanilyet, csak fehér színű és polip. Gyerekek, olyan rövidek voltak a lábai. És nem volt rajtam a szemüveg, hogy azt hittem, az a gyógyszer. Bocsánat, azt hittem, az a gyógyszer, és hát én egy nagy korty vízzel bevettem a... Bocsánat, bevettem a festett fapolipont. Nyissad, kicsim, nyissad, mert bezarok!
Istenem! Annyit a lányom, már kidobjuk a szemetet. Anyu, ne vegyél már fel minden szart. Lófa! Apád, faszát csinálsz? Mit üdörög? Mi ez? Kérem lehalkítani! Lehalkítani! Mama, táncolok, takarítok. Takarítasz? Nem takarítasz! Ugrabugrás erre a tuc-tucra! Hát ez nem zene! Mutatok én majd neked normális zenét! Mi vagy te valami diszkos faszi? Elég széles körű a zenei ízlésem. Miért baj, ha néha ilyet is hallgatok? Komoly gondok lesznek így veled! Örülnék, hogyha most már észhez térnél! Jó, átkapcsolom! Na! Ah, Istenem! Szia, mama! Gyere, kicsim! Jaj, te jó, hogy itt vagy! Gyere, hallgass fel ebbe a szép kis nótába! Gyere, megy a Kossuth Rádió! Nagyon fog tetszeni! Hát, mama, elég nehéz napom volt. Most csak azért jöttem igazából, hogy megnézzem, jól vagy-e, minden oké. Remélem, jól telt a napod legalább. Vagy csillagom, mitől volt nehéz napod? Gyere, beszélgessünk picit, halkíts le azt a szárt! Gyere! Hát csak annyi, mama, hogy ez a reggel háromkor kelés kicsit megvisel, de nagyon-nagyon aranyos vagy. Tényleg igazából semmi baj, ennyi. Cuki vagy, köszönöm. Aztó volt a munka! Fárasztó az élet! Nehogy azt hidd, még csak most kezdődik! Az élet nem habos torta, fiam, ezt nagyon jól jegyezd meg! A gyerekkorom óta ver az élet az én nővéremmel. Soha nem tudtuk élvezni, és rá kellett jönnünk, ez a való élet, kicsim. Ne sajnáltasd magad, legyél erős, kapd össze magad! Annó, három számmal nagyobb cipőben jártam iskolába. A nővéremét kellett, hogy hordjam. Engem nem sajnált senki. Volt egy időszak, hogy egy héten többször meg is haltam. Csak valami folytán visszajöttem az élők közé, mert annyira le voltam merülve. A fáradtságba is meg lehet ám dögölni. Csak szólok, mert nem fekszel le aludni időbe. Innen indul az egész, de most úgy összeállt a kép, remélem. Igen, igen, összeállt a kép. Köszönöm a beszélgetést. Na, megcsináltam mindent, mama, amit kértél, hogy picit elmennék csavarogni, jó? Csavarogni? Igaz? Csavarogni mennél? Jó, akkor apukám, el van mosogatva? Hadd kérdezzem meg. Igen, elmosogattam, össze is söpörtem. Szemetet levitted? Igen, a szemetet is levittem. Levitted? Na és? Tanulással hogy állunk, nagy legény? Vagy mi van már, nem kell tanulni se? Megtanultam, mama. Mindent megcsináltam, amit kértél. Csak egy fél órát szeretnék. Kélek, hadd menjek le. Ha hogy beszélsz velem? Mit képzelsz magadról? Nem mi sehova. Ezt elintézted. Üljön vissza és tessék tanulni. Piros volt a paradicsom, nem sárga. Magyarország előre, nem hátra. Apukám, gyere csak ide egy picit. Nézd meg, mit szereztem. Igazi antik darab az antikváriumból. Mi az, hogy szerezted? Nem én, hát azért pénzt nem adnék ki ezért, ott árválkodott. Ránéztem, egymásra kacsintottunk. Mondom, hogy ezt velem, ugye tudod? Bólogatott, hogy igen, tudom. Te loptál a boltból, mama? Úristen, ugye csak viccelsz? Ha benne szarjál már! Úgy csinálsz, mintha te soha nem csentél volna el semmit. A gyerekkorodban úgy kellett kivenni a rágót a kezedből, amit nem fizettünk ki. Vagy fájdalomcsillapítód.
Hallom. Azt? Mi a buszpicsának kell? Neked fájdalomcsillapító vagy nyugtató? Elég stresszesnek érzem magam, azért kellene. Figyelj, de azonnal felejtsd el ezt a kurva sorozatot, és azonnal vedd ki a fejedbe, hogy te gyógyszereket fogsz, egy olyan drogos leszel? Na húzzál befele! Nyugtató. Oh, Jézusom, jól van! Családtagjait fáradtnak és kimerültnek látja. Az akadályokat nem veszik úgy, mint régen. Ezt a milyen játékot! De ez nem lesz elég! Nem hallom! Szinte már bármiből problémát csinál. Nem hallom! Egy kis semmiségen is képesek órákig rágódni. Anita, teljesen le vagyok maradva, ne gyertek át! Ne gyertek át! Na, anyu, hoztam egy levelet. Akkor lepjék meg őket egy általunk biztosított wellness hétvégével, ahol kipihenhetik magukat a fáradt és leharcolt szeretteik. Köszönöm!